Kivált kép, ha a múlthoz, akár csak a 8-10 évvel ezelőtti állapotokhoz hasonlítjuk mai könyvtárainkat. Bár ez nem elég reális összehasonlítási alap, hiszen országszerte és a kultúrállamokban világszerte ez a művelődésügyi intézmény fejlődik a legjobban. Általános ma már ez a kép az önkiválasztó, szabadpolcos rendszer. Borsod közelebbről, Miskolc 1848 után az ország kulturális életében nem vitt akkora szerepet, mint a társ nagyvárosok. De népességének mai aránya, gazdasági szerepe arra ösztönzi, hogy a rangnak megfelelő vidéki kultúrközpontot teremtsen. Ez még a régi városkép. Ha a mai Borsod 6 megye ötvözete, Miskolc esetében már megszámolni is nehéz, hány településből alakult a hajdani falu a mai nagyvárossá, amely már jó darabon Heves megyével határos. Falu módján az országút két partjára épült, és ez a hosszan elnyúló keskeny giliszta szerkezet még ma is nagy gondja a városrendezésnek. Bizony sokszor a csákány az egyetlen megoldás. Megeshet, hogy aki nem látta Miskolcot néhány esztendeig, újjászülető belvárosában is eltéved. Nem beszélve a gombamód szaporodó új lakónegyedekről. Számos országos jelentőségű kezdeményezés született itt, a kaszárnyákat felváltó blokkos építkezésben, a házgyári technológia újszerű alkalmazásában. Itt építették az első 15-20 emeletes lakóházakat is. Borsod szíve Miskolc, természetes szíve. Sok tízezer éves emberi települések és a sok ezer éves bükki kultúra központjában.